Az Egyesület 2000 óta működik. A válságterhességi hölgyeket, asszonyokat, lányokat egy segélytelefonon keresztül elérhetik a hozzánk fordulók. Emellett az abortusz utáni gyógyulásban is segítünk, és erre is van programunk. És nagyon hiánypótló volt az, hogy a megelőzésben is elérjük az embereket, főleg a fiatalokat. 2017-ben jelentkezett az OM Alapítvány, hogy van ez a nagyszerű buszuk. A program kezdete óta a Bus for Life kiállítás közel 100 iskolát ért el. Így a szakemberek több mint 10 000 diákkal beszélgethettek az emberi élet kialakulásáról és értékéről. Amikor először fellépünk erre a buszra, akkor először is megdöbbentő ez a kiállítás, hogy mennyire hiteles és mennyire hűen tudja bemutatni azt, hogy valóban minden keresztül egy picike élet. Alapvetően olyan szakemberekkel találkoznak, akik a legnagyobb szeretettel fogadják őket. Olyan emberekkel, akik nem az ítélet oldaláról közelítik meg ezt a kérdést, hogy hogyan lehet preventíven gondolkodni abba, hogy olyan életek ne fogadjanak meg, akiket később úgy döntene mondjuk egy fiatal abban az életkorban, hogy nem szeretne megtartani. Mennyire fontos az, hogy milyen döntéseket hozunk az életben, és ezt hogyan éljük meg, és hogy vannak-e hosszú távú elképzeléseink az életre vonatkozólag. Törekszünk egy olyan hűséges kapcsolatra, amiben meg tudjuk fogalmazni, hogy igen, holtomiglan, holtodiglan, a tied vagyok, és elfogadjuk azokat a gyermekeket, akik a házasságunkban születnek, hogy ők is egy szép és jó életet tudjanak leélni. Az előadók a Bus for Life program tartalmát szakemberek közreműködésével állították össze. Az orvosok és védőnők iránymutatásai mellett szakpszichológus segített abban, hogy a kiállítás befogadható legyen minden fiatal számára. Amikor először felléptem arra a buszra, akkor engem úgy őszintén úgy szíven ütött az a kiállítás, amit láttam a buszon, és hogy mi az a hiányismeret, ami a fiatalok fejében, szívében azért ott van, hogy azt hiszik és azt gondolják, hogy komoly ismeretekkel rendelkeznek a szexualitásról, komoly ismeretekkel rendelkeznek a párkapcsolatról. Ezzel szemben csekély, vagy minimális az ismeretük arról, hogy egy kis élet hogy fejlődik egy méhen belül. Amikor elindul ez a kis előadás, akkor a döbbent csend az, amit figyelek. Érezzük azt a feszültséget, hogy érintettek a kérdésben. Nem egyszer előfordult, hogy abba az iskolába, hova ellátogattunk, érintettek voltak. Tehát volt már olyan fiatal lány, akinek sajnos volt abortusza. Ez a busz ugye azért van, hogy megelőzzük a bajt preventív jelleggel, és én úgy gondolom, hogy akkor tudjuk megelőzni a bajt, hogyha először is látjuk azt, hogy mi magunk mennyire értékesek vagyunk. Hogyha van egy helyes önértékelésünk, úgyhogy gondolkodjunk hosszú távon, és az életünk egészét, mint egy ívet tekintsük át, higgyük azt el, hogy lehet egy olyan életet megélni, ami bár nyilván bukásokkal és nehézségekkel is tele van, de győztesen érhetünk a végére.